Újpest központ, végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy szíveskedjenek elhagyni a vonatot. Sziasztok! Ez itt az Újpest központ podcast. Lukomics Andrással és Fekete Balázssal. Jó sok minden történt az elmúlt hét óta, kaptunk egy csomó visszajelzést, amit ezúttal is nagyon-nagyon köszönünk. Több ember belekötött a top 5-ös listánkba, miszerint ki volt az elmúlt 10 év legjobb igazolása. Mint akkor is elmondtuk, ez egy szubjektív lista, úgyhogy abszolút megértjük azt, hogyha valaki szerint semmi keresni valója rajta a Novotninak vagy a Szújjicsnak. Ez a mi listánk volt. Igen, egyébként ti is tök jó embereket listáztatok ki. Én például még Harris tanár úrt kiemelném, ő is sokat játszott nálunk. Több poszttal is bevethető volt, szóval ő is simán belefér, ráfér erre a listára szerintem. Bár tény, hogy amikor elkezdtem ennek a csapatnak szurkolni, akkor sose gondoltam, hogy olyan csatáraink lesznek, mint Harris tanár úr, de annyi... Vagy mint Ennap Diaby. Ja. De annyi baj legyen. Egyébként erre rácsatlakozva még a visszajelzésekre, mondtátok egy páran, hogy jobb lenne, hogyha egy kicsit belefolynánk a szakmázásba is, illetve a meccsek kielemzésébe. Beszélgettünk itt Lukóval erről, mi inkább ettől tartózkodnánk, mivel körülbelül annyira értünk a szakmához, és annyi papírunk van erről, mint Huszti Szabolcsnak. Szóval elnézéseteket kérjük, mi tényleg szurkolók vagyunk. Továbbra is várjuk a visszajelzéseket a műsorral, vagy bármelyik topikkal kapcsolatban. Úgyhogy ne tartsátok magatokba a véleményeteket, még akkor sem, ha nem értetek velünk egyet. Igen. Egyébként a mai podcastnak a menetene nagyjából az lesz, hogy kibeszéljük a tegnapi meccset, ugye a Zalaegerszeg elleni vereséget. Ezután csinálunk egy kis évvégi összegzést, nagyjából a szezon felénél járunk. Utána jön a láthatatlan légiósunk, amivel ezen a héten Lukó készül. És hogyha minden jól megy, akkor a műsor végén boldog karácsonyt fogunk kívánni mindenkinek. Legalábbis most ez a terv. Zalaegerszeg-Újpest. Hogy tetszett? Elég vegyes érzéseim voltak, tehát én nem értem, hogy hogy tudunk egyik héten 4 gólt lőni, a következő héten pedig ilyen játékkal előrükkolni. Furcsa. Teljesen kiszámíthatatlanak vagyunk. Nem értem az okát ennek, hogy lehetünk ennyire hullámzóak hétről hétre. Te erről mit gondolsz? Hát, hogy olyan volt ez a meccs, mint az egész szezonunk. Eléggé rossz. Kiemelném a hiányzókat, amiről nem adott túl nagy tájékoztatást a klub, hogy miért is. Mindenesetre az, hogy Pajovics kezdett a Banai helyett, az tök jó volt. A Banai, bár nem ült a padon, de ezek szerint egyébként tök jól tudná hozni a második számú kapus posztját. A Pajó magabiztos volt, attól függetlenül kapott 2 gólt. Én nem láttam, hogy olyan ordinári nagyot hibázott volna. Egyszerűen a Pajovics határozottabb jóval a Banainál. Ezen kívül ugye nem játszott Mitro, amit azért erőteljesen lehetett érezni a csapatjátéken. Nagyon sajnálom, de a Stieber nem tudja pótolni. Vagy a világ jelenlegi állása szerint nem tudja pótolni a Mitrót, ami komoly baj, mert hogy a Mitró lassan az öreg fiúk csapatba fog játszani életkorából kifolyólag. Nekem is ez tűnt föl, szerintem mondjuk a Stibinek azért van egy elég erős meccs hiánya is. Belecsöppelt most egy kezdőcsapatba, igazából a kulcspozícióba is, tehát... Szegény hirtelen nem tudott mihez kezdeni azzal, hogy játszani kell. Tényleg hiányzott. Igen, és tényleg hiányoztak ezek a kulcspasszok a Mitrótól, tehát tényleg sokat kritizálják a szurkolók, öregszik, mégiscsak azért ott voltak azok a labdák, amik most nem voltak. És egyébként ott sok hiányzónak az volt az eredménye, hogy gyakorlatilag nem volt kispadunk. Ezt beszéltük még ugye itt a meccs után, hogy néztük fölnéztem a klubnak a honlapjára, és igazából egész héten nem volt erről semmilyen tájékoztatás, hogy most itt ez várható, tehát amikor kijöttek a kezdők, akkor ugye láttuk már, hogy volt egy-két változás, utána ránéztünk ugye a padra is, hogy kik állnak rendelkezésre. Körülbelül kétszer annyi zalaegerszegi csere volt ugye a másik oldalon, mint nálunk, tehát így létszámra, és elég fékezett habzásúak voltunk, szóval elég kevesen maradtunk. Most az nem tudom, hogy Covid, vagy tényleg valami, nem tudom, másfajta vírusos megbetegedés ment végig a csapaton. A kedvencem az volt, amikor szombaton kikerült az a poszt, hogy 6 óra van a kezdésig. Amint hozzáírtam, rögtön már láttam, hogy mások is írogatnak, hogy azt se tudjátok, hogy mikor van a meccs, és egyébként valószínűleg nem állunk túl messze az igazságtól. És akkor ezen a ponton emlékezzünk meg a múlt heti Paks elleni összecsapásnál. Ugye volt az a kedvezmény, hogyha megveszed a jegyet, akkor a Mocskos Ferencváros ellen majd féláru jegyet vásárolhatsz, majd eltelt 3 óra, 4 óra talán, mire kijöttek egy villámjegy akcióval, hogyha beírod a kommentbe, hogy hajrá, akkor kapsz ingyen. Igen.
És akkor igazából ugyanaz. Na mindegy, az első fél időről emlékezünk meg, hogy volt Berizzének az ordító helyzete, amit nézni is rossz volt, hogy sikerült kihagyni. Kroazi is egy kicsit önzőbb volt az átlagnál. Hát és ugye rögtön ott a meccs elején azt hiszem Berizzének volt egy lehetőség, ahol hát nem tudom, lendült a könyök hátrafele a védőnek, szóval ott volt valami kontakt. Nem tudom, hogy mennyire volt nagy az a kontakt. Elvileg, hogyha szigorúak lennénk, és ugye szabálykönyv szerint néznék vissza ugye ezeket a jeleneteket. Egyébként ezt biztosan nézték ezt a jelenetet, ami megint csak furcsa. Tehát ugye a pránkot körülbelül ennél, tehát egy hasonló pitiáner ugye 4 meccses eltiltást kapott, jó mondjuk az ütés volt. Szóval nem nézték vissza, viszont hogyha a szabálykövet nézzük, ugye volt kontakt könyökkel hátrafele, szóval elvileg az egy 11-es is lehetett volna adott esetben. Nem lett az. És akkor utána jött a Berizzének szintén a kihagyott helyzete még a 0-0-nál, szóval ha ezeket befújják, vagy belövik, akkor azért ez más. Igen. Egyébként az első fél időben mondjuk azt, hogy kiegyenlített játék folyt, a második fél idő viszont kinkeserves 45 percet hozott a számunkra. Hát a szörnyű volt. Jó, viszont ami nagyon pozitív a mérkőzésre kapcsolatban, hogy múlt héten még elzavartad volna a jahahát. Figyelj, egyébként én még mindig elzavarnám, tehát nekem ennél sokkal több kell. Nem azért. Mondjuk, aki megint csak pozitív csalódás volt, nem Luka meg, hanem a Csongi. Ja. Nekem tetszett de most is a játéka. Hát ja, tizedik helyen zártuk az őszt. Igen, kellett volna ez a 3 pont, de hát most így alakult. Egyébként jogosan kaptunk ki, tehát semmit nem tettünk azért, hogy mi nyerjünk. Bosszantó vereség volt a javából. Főleg úgy ugye, hogy ugye most 17 ponttal vagyunk a 10. helyen. Ha behúztuk volna, akkor azt hiszem megelőztük volna a Honvédot is. Tehát ez csak szépségtapaszt még továbbra is. Tehát most az, hogy 10. vagy 8. igazából tök mindegy. Tehát nagyon kevés pontunk van. Az első 4-et külön kezelendő, de a hátsó 8 csapat az nagyon egybe van, tehát itt igazából egy-két meccset, ha nyersz, vagy kikapsz, akkor már előre tudsz menni, vagy hátrafele tudsz menni 3-4 pozíciót is akár. És akkor rákanyarodjunk esetleg a következzen a szezon értékelésére. A szezon ugyanolyan csalódás volt, mint a tegnapi meccs. Nem nekünk van a legjobb keretünk. Azt hiszem, ezzel nem mondtam semmi újat. Elég rossz keretünk van, de nem hiszem, hogy ennyire rossz. Igen, én is így gondolom, hogy szerintem nem a legjobb keret, ez valóban így van, viszont nem is itt kéne lennünk, én úgy gondolom. Tehát én valahol ezt a keretet 6/8 helyre tenném kb. Tehát ez a realitás. Kiderül. Számomra legalábbis. Az első 3-4 pozíció az szerintem az... Igen, az már elkezd. Első három pozíciót képvisel. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy milyen lehet a morál az öltözőbe, de biztos, hogy nem a legjobb. Nem tudom, hogy kik lehetnek a hangadók, kik azok, akiknek nagyobb szerepe van az öltözőbe, de szerintem fontosabb játékosok azok nem, lehet, hogy nem tudnak kiállni magukért. Azt vettem észre például sok meccsen is, hogy nagyon sokat bírózunk. Szerintem van mondjuk egy-két csapat nálunk, aki még így is rosszabb, mint mi. Kinek örülné, hogyha kiesne? Hát ha nagyon választanok, én akkor Debrecen mondanám még. Jó. MTK szerintem, én nekem tetszik az, hogy sok fiatalal dolgoznak. Én meghagynám őket az NB1-be. Vagy mondjuk kieshetne a Fradi. Ja, hát persze. Jó, tudom, az élet nem kívánság műsor, de mondjuk kieshetne a Fradi. Hát jó, hogy most így karácsony környéken lehet kívánni, akkor igen. Akkor fordítsuk meg a tabellát. Tudom, hogy készültél pár statisztikával. Most nem akarok így nagyon belemenni részletekbe. De. Igazából de, annyi volt, hogy 4 győzelem, 5 döntetlen, 8 vereség, 17 pont. Ebből az első győzelmünk az a 10. fordulóban volt a Vidi ellen. Tehát ugye mindenki emlékszik szerintem, hogy ott az első 1-2 hónapban eléggé dúltak az indulatok ugye a szurkolók körében. Joggal. Az nem volt egy sikerekben gazdag időszak, utána se nagyon, de azért ott már ez kicsit kezdett beindulni a szekér. Hogyha csak és kizárólag a hazai mérkőzéseket vennénk figyelembe, akkor a tabella 9. helyén helyezkednénk el, 3 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség mellett, 14 rugott és 14 kapott góllal.
azért ez sem az oroszlán barlang konkrét leírása, azt hiszem. Igazi katlan a Susa jelenleg. Ehhez képest idegenben rosszabbak vagyunk, úgy a 10. helyen lennénk a tabellán, mint ahogy vagyunk a valóságban is. Idegenben 1 győzelmünk van, 3 döntetlenünk és 5 vereségünk. 10 rugott, 16 kapott gól. Borzasztó gyenge. 5 gólt vállalt magára a Beridze, 4-et a Kroázi, 3-at a Bielos, és 2 gólos a Csongvai, a Katona és a Tálló. Azt hiszem Tállótól mind többet vártunk az idény előtt, meg közben is, meg amúgy is. Ebben egyetértünk. Ja, nincs formában az öreg. Mondjuk egyébként néha, amikor nézem, akkor azért elcsodálkozom, hogy 28 éves. Hát az a európai futballista életkorát. Ja. Az igazságot az csak ő tudja, meg a elefántcsontpartén. Gondolom. Na mindegy, és milyen érdekességekkel készültél még te? A legtöbbször kezdőben, illetve a pályára lépő játékosaink, tehát összesen 17 NB1-es meccsünk volt így az őszi, idézőjelben őszi szezonban, tehát 17-szer lépett pályára ebben a fél szezonban a Kastráti, a Kutrumpis és az Antonov, 16-tal követi őket a Csongi és a Mitró, és 15 meccsel Bonai, Katona hát, de ebből a Lukamák az valószínűsíthetően azért, mert ő az egyetlen erre a pozícióra. Valószínűleg igen, ez közrejátszhatott ebben. És ami még érdekes lehet, az, hogy a legtöbb percet Kutrumpis játszotta, 1530-at pontosan, ami azt jelenti, hogy az összes meccset végig akkor játszott az NBA-ben. Akkor nem is azon, hogy ami, a Zet ellen ő volt a csapat. Hogy ő cséká. És egyébként ezt a teljesítményt összesen 3 játékos produkálta az NBA-ben. Tehát aki végig játszott a minden 17 meccset. Most megfogtál. Nem emlékszem, melyik volt a másik kettő. Mind a kettő védő volt. 2 perccel van lemaradva mögötte, tehát 2 perc hiány ő is maximumot játszotta, Antonov. 1528 perc. Nem sokkal később követi őket a Kastráti, 1507 perc, tehát azt jelenti, hogy 23 perc hiány ő is végigjátszotta az egész szezon. Tehát ebből nagyjából már körvonalazódik, hogy kik azok a játékosok egyébként, akik így a Öning mester szemében a keretnek, a csapatnak a magját alkotják. Még azt néztem meg, hogy csak itt szúrópróba szerűen kiszámoltam, hogy 23 játékosunk lépett pályára ebben a fél szezonban, és egy-két csapatnál kiszámoltam, hogy náluk hányan léptek ugyanígy a pályára ezeken a meccseken. A Fradinál 27 ez a szám, MTK-nál 29 például, tehát ott sokkal több. Jó, persze, benne vannak azok a játékosok is, akik egy percet játszottak mondjuk az egész fél szezonban. Gyirmót 24, Paks 26. Többit nem néztem végig, de mindenkinél igazából, tehát a Honvédnél azt hiszem, hogy 24 volt még, tehát mindenkinél nagyobb volt az a szám. Ebből is látszik, hogy szűkebb kerettel dolgozunk, ugye nem annyira tudunk nyúlni az utánpótláshoz, tehát inkább ugyanazokkal a játékosokkal dolgozta végig Öning ezt a szezont. Utána lapok, és ez érdekes, itt a végére hagytam egy érdekességet majd, de először is a lap tabella. Igazából a sárga és piros lapok számában is kieső helyen állunk az NB1-ben, tehát utolsó előttiek vagyunk, 39 sárga és 5 piros, míg az első helyen a Honvéd áll, 46 sárgával és 5 pirossal. Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy viszonylag tisztán játszik a csapat. És ugye voltak eltiltásaink is, a Diabit ugye kétszer tiltották el, egyszer kapott egy 4 meccset, ugye rögtön azt hiszem Debrecen elleni meccsen, illetve azt hiszem Fradi meccsen állították még ki, ugye? A derbin. Uh-huh. Amit nem kapott egy meccses eltiltást, tehát összesen 5 meccsen hiányzott, és ami érdekesség, hogy mind a kétszer Bogár Gergő állította ki a Diabi mestert, és akkor ezen kívül még a Bránkónak volt egy 4 meccses eltiltása, ami így kirívó volt. Viszont ami érdekes lehet, az, hogy megnéztem, összehasonlítottam az előző szezonnak a téli zárását a mostani szezonnak a téli zárásával. Mondhatom azt, hogy kelletténél egy kicsit több időd van? És csak arra összenézted
A múlt évi sárga és piros lapos szezont a mostanival? Ez csak egy kis számolás volt egyébként, megtaláltam egy elég jó forrást, igen. És akkor innen gyorsan tudtam dolgozni. Szóval igazából az a lényeg, hogy a tavaly ilyenkor összesen az egész NBA-be a 17 forduló alatt volt 487 sárga, míg most ugyanígy a fél szezon lefújásakor 507. Mm. Tehát igazából kb. Ugyanannyi. Nincs meg különlegesség. Viszont a piros lapok száma az jelentősen megnőtt. Tavaly összesen ilyenkor 24 darab piros lapot osztottak ki a bírók az egész NBA-ben. Aha. Míg most idén 37-et. Tehát több, mint a másfélszeresét. Na most arra voltam kíváncsi, hogy a VAR mennyire befolyásolja ugye a piros lapoknak a számát, és igazából megállapíthatjuk, hogy eléggé befolyásolja. Arra mondjuk sajnos nem találtam mutatót, hogy hány gólt vettek el, vagy adtak meg a VAR miatt, illetve, hogy abból hány nem volt tudom, jó. Nem tudom, hogy ki fog-e készülni a statisztika. De ez egy másik történet. Vagy ha fog, akkor azt nem a MLS fogja elkészíteni. Nem, valószínűleg nem. Jó. Nem az MLS fogja publikálni, igen. szóval igen, látszik egy ilyen tendencia. Több a egyébként azért az év összegzésnél azért ne feledkezzünk el, hogy a Magyar Kupában talpon vagyunk. Egyébként azt szeretem, hogyha kupát nyerünk. Jó, nem olyan, mint a bajnokság, de... Hát figyelj, az a tortán a cseresznye. Tehát egy ideális szezonnak a lezárása az egy kupa győzelem. Mit tippelsz? Ez most csak egy tipp. Fogadjunk egy sörbe. Csak tipp. Tipp tét nélkül. Igen. Csak egy sörbe fogadjunk. Hányadik helyen fogunk végezni az idény végén? Ez egy sok ismeretlenes történet, még szerintem nagyon sok mindentől függ, hogy hányadik helyen. Ezt én tudom, te most nem akarsz nyerni egy üveg bort. Levesőről beszéltünk még az előbb. Jó. De emeljük a tétet egy üveg bor. Oké, tartom. Jó. Aki közelebb van, okay. Aki közelebb van a végeredményhez, oké, meg van dumálva. Jó. Azt mondom, hogy hetedik hely. Jó. Bevállalós leszek. Négy. Szerintem a hatodikok leszünk. Na. Hat. Jó. És valóban sok ismeretlen hiányzik hozzá, de... Jó, hatodikok leszünk, de akkor kupa győzelem. Tehát... Jó, az a minimum. Az a minimum. Jó, de a kupa győzelem az független a borral kapcsolatos fogadás. Nem, az... Igen. Az egy külön sör lesz majd. Jó. De azt én is tartom. Oké. Okay. Egyébként pedig, hogyha van bárkinek bármi típje ezzel kapcsolatban, várjuk hozzászólásba, szerintetek hányadik helyen fogunk végezni a 2021/22-es idényben? Igen, de hát ugye még nem tudjuk, hogy jön a messiás, vagy mikor jön, hogy jön, milyen messiás, szóval ez még nagyon... Ez még nagyon messiás. Igen, jöttömet keletről várjátok. Ja, jó, mindegy, én is kíváncsian várom, hogy mi lesz, és nagyon nehéz lesz ezt az előttünk álló egy hónapot kibírni labdarúgás nélkül. Szerencsére lesznek átigazolási hírek, bár abban, hogyha minden marad ugyanígy, akkor mi még február-március magasságában is igazolgatni fogunk. Sőt, akkor indulunk csak be, igazán. Az, ami teretünk. Hát nagyon, nagyon szeretném, hogyha a standard átigazolási időszakban erősödne meg a csapat, és ez sok minden mást is jelentene. Igen, tehát általában mondjuk a mi keretünk, tehát ugye befejezzük az átigazolási szezon mondjuk március végén, tehát mi olyan június végére állunk össze. Tudjuk azt. Tehát így kb. A csak nyaralások akkor, alatt. Csak akkor vannak a távozók. Ja, legyünk őszinték, a tegnapi meccsről túl sokat beszéltünk ma, mert meg tegnap is. Akkor következzen a számomra kedvenc műsorszámunk, a láthatatlan légiós. Tehát a játékszabály ugyanaz, mint eddig volt. Körbeírom azt a labdarúgót, aki Újpesten focizott, vagy kitalálod, vagy nem. És vagy focizott, vagy nem. Vagy focizott, vagy nem. És utána még beszélünk róla pár szót. Indulhatunk? Hogyne. Oké. Okay. Ez a személy 1991. június 4-én látta meg a napvilágot Belgiumban. Jobboldali középpályás, vagy támadó középpályás, vagy szélső. Igen. Szűkül a kör. Na most figyelj. Jelenleg a Transfermarkt 10 000 euróra
tagsája. Az annyi, mint te. Téged is kb. Annyira tagsának. Igen. De azt tegyük hozzá, hogy a csúcson 500 ezer euró volt az értéke. Szóval azért... Akkor nem a Kevin De Bruyne. Nem. Nem. Hideg. Jó, hideg. Oké. 10 ezer euró az egy használt autó. Az egy ilyen komolyabb péntek estének a költségvetése. És azt még azért elmondanám, hogy a Borussia Dortmund 2-től igazoltuk le. És a 2014-15-ös idényben játszott nálunk. Hát a Borussia Dortmund 2-ből egyetlen egy embert ismerek, a Bajner Bálintot, de ő nem belga. Igen. Ő nem belga. Figyelj, most a karrieréről meséljek még, vagy pedig az Újpesten eltöltött időszakáról. Vagy a visel dolgairól. Na jó, figyelj. A 2014-15-ös idényben Ildésmond nulla alkalommal lépett pályára az NB1-ben. Viszont 6-szor kispadon volt. 3 liga kupa meccsen játszott, ebből 2-ször kezdő volt, egyszer csere, és a magyar kupában egyszer volt kezdő, és meghálálta a bizalmat, ugyanis ezen az összecsapáson egy gólt is rúgott. Na jó, ezt most még akkor elmondom róla, hogy egyébként ezt a gólt 2014. augusztus 13-án szerezte a Budaörs elleni összecsapáson. Hú, az meg nagyon az eleje a kupának. Ott 3-1-re nyertünk, és a budaörsi Lackovics góljára részünkről Stanisavjevics válaszolt egyfelől, másrészt Boma, aki nem tudom kicsoda. Uh-huh. Szintén belga fiatalember. Főhősünk. Rákérdezel? Uh-huh. A klubjét fel tudod sorolni esetleg? Vagy ennyi nem, volt? Nem, fölfettem a kilétét, utána gondoltam még, vagy mondok róla még olyanokat, hogy hol játszott meg. Gondolom ilyen standard Liège, Saint-Truiden. A Charleroi-ban kezdte a karrierét. Uh-huh. 2010-11. Fú, basszus, nem tudom, hogy kiről van jó, szó. Annyit, jó, azt most csak érdekességképpen mondom el, hogy egyébként ebben a 14-15-ös Magyar Kupa sorozatban az elődöntőig jutottunk, te erre emlékeztél? Na mindegy, akkor mondjam ki ő. Mond. Jeremy Survey, vagy Survey. Semmi, passz, nincs meg. Semmi, jó, hát mondom, semmi. Jeremy Survey, 2014-2015, nulla NB1-es meccsel távozott közülünk. Újpestről egyenes útja vezetett a Hofnarfjörður nevezetű izlandi klubba, utána Without Club, Virton játszott az US Hosterdbe, ez egy luxemburgi csapat, és ha hiszed, hanem jelenleg az FC Wild 71 névre keresztelt luxemburgi első osztályú klubban játszik. Egyébként, hogy az egész karrierjét nézzük, akkor az nem is olyan borzasztó mutatókkal rendelkezik. 170 meccse van a Transfermarkt szerint, amelyeken 17 gólt és 17 gólpasszt szerzett. És öregítette klubunk hírnevét. És a mai napig hiányzik. Szoktam rá gondolni, igen. Egyébként a múltkori top 5 igazolás kapcsán, végülis az vicces volt végig gondolni, ez most csak így off-topic a láthatatlan légiós után, hogy akármilyen rosszul is szerepeltünk sokszor ebbe az elmúlt 10 évben, végülis megfordult nálunk egy csomó olyan játékos, akivel egyébként tökre kiegyeznénk, hogyha nálunk játszana. Csak valahogy Isten igazából sosem úgy jött ki a lépés, hogy az jó legyen. Hát mi a kijött a lépés? De igen. Vagy hogyha mondjuk meg tudtuk volna tartani, vagy ha nevezett volna a játékos politikánk, ugye, hogy minden évben új építés, akkor lehet, hogy jobban is elsülhettek volna ezek a amúgy jó képességi játékosok, akik megfordultak itt, és egyébként igen, a nagy számok törvény alapján be akarnak jó játékosok is. Ugye, hogyha idehozol egy szezonban, nem tudom, most 5-8-12 embert, akkor igen, lesz köztük jó játékos is. Természetesen. És igazából ezzel a mai témáinknak a végére is értünk. Kívánunk nektek nagyon-nagyon-nagyon boldog lila-fehér karácsonyt, és nagyon sok sikerben és lehetőleg Újpest gólban, győzelemben gazdag 2022-es új évet. Pihenjetek! Ja, és pihenjetek, olvasatok, igyatok! Egyetek, igyatok, igen. És mondjatok nemet a modern labdarúgásra. Innen fogjuk folytatni.
2022-ben. Maradjatok velünk. Így van. Köszönjük szépen a figyelmet. Hajrá Lilek. Hajrá Lilek. Sziasztok. Viszontlátásra.